sportosat. Híradónk vendége Óvádi László, az Újpest Futsal Klub alelnöke, sportigazgatója. Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm, Márki. Még az előző bajnoki szezon alatt beszélgettünk, volt egy szünet, igen. De most már elkezdődött a bajnokság. Úgy kezdődött el a bajnokság az Újpest Futsal csapat részéről, ahogyan terveztétek annak idején, tehát a nyár elején, vagy nem sikerültek az álmokat, a terveket megvalósítani? Hát egy picit talán beragadtunk így a nyitánynál. Jól indultunk, aztán egy pár kétes mérkőzésen rosszul jöttünk ki belőlük, hogy most kicsit hátrányba kerültünk, de reméljük minél hamarabb sikerül utolérni a előttünk állókat. Nem is a meccsekre gondolok itt, hanem a szerződések, játékosok, a stratégia. Ebben is talán lehetett volna egy kicsit jobban összehozni a csapatot. Úgy gondolom, akit lehet, azt sikerült idehoznunk. Talán annyi, hogy a bajnokság kezdet előtt volt egy pár szerencsétlen sérülés, húzódás, és pont a kezdésre nem épültek fel azok a játékosok, akikre a magot szerveztük építeni. Mi a cél? Hát talán még egy hajszálon függ az, hogy felsőházat el tudjuk érni, vagy maradunk-e alsóházban. Biztonságosan szeretnénk most már megragadni az NB1-ben. Talán most ez a legrealitásabb a eddig vállaltak közül. Tehát ha esetleg az alsóházba is kerültök, nem fogtok kiesni? Az biztos. Tehát ha az alsóházba kerülünk, akkor az alsóház legjobb csapataként fogunk végezni a bajnokságban. Ebben biztos vagyok. Újpesten, otthon, mi a helyzet? Otthon vagytok már, nem vagytok még mindig otthon? Most a gyerekként otthon vagyunk. Most próbálunk előrelépni, erről még most nem is szeretnék nyilatkozni. Próbálunk saját csarnokot, ez a legelső. De jelenleg az UTE csarnokát béreljük, amikor csak tudjuk. Úgyhogy az egy meccsénket továbbra is ott játsszuk. Edzések hol vannak? Hát a lángvasasban edzünk, illetve egy edzés hétköznap az UTE csarnokban, ez nem éppen ideális, úgyhogy most már nincs más hátra, meg kell szereznünk a saját otthont, hogy hiszen egy csapatnak ez a legfontosabb, hogy legyen egy saját bástyája. Akkor a csapat összeállt? Csapat összeállt, igaziból egy-két olyan pontot hiányolunk, ami talán attól meg lehetett volna, hogyha kicsit többet tudunk készülni, nincsenek a sérülések, ha esetleg szerencsésebben jövünk ki mérkőzésekből, de most már csak előre nézünk, úgyhogy próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni. Hány meccset kell megvívni az, hogy eldőljön, hogy alsó-felsőház? Hát az első kanyarban, ugye ez 10 csapat, tehát 9 mérkőzés, van 9 oda-vissza, úgyhogy gyakorlatilag abba kell beleférnünk, hogy az első ötben benne legyünk, most már csak rangadóink vannak, ami nekünk nehezen indult, ugye sorsásból egyből a 3 legerősebb csapatot szinte meg is kellett látogassuk, tehát utaztunk ugye Veszprémbe, utaztunk Szombathelyre, a Berettyol egy nagyon kélezett meccsen, gyakorlatilag a másik fél időben egy kapusztunk védekeztek, nem tudtuk főket feltörni, így derességgel távoztunk, de reméljük a következő kanyarban ezeket a meccseket már be tudjuk húzni. Akkor végül is túl vagytok a nehezén, nem? A nehezén túl vagyunk, illetve azt gondolom, hogy ma még van egy idegenben lévő mérkőzésünk, a nagyon erős Aramis ellen, és utána talán 3 vagy 4 mérkőzésünk Zsinórban hazai pályán lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy az elújlajtott pontokat a hazai közönségünk segítségével sikerült talán visszaszerezni. Kérdés, a játékosok mentálisan mennyire fogják úgy venni meccset, hát ezeket könnyen megverjük, és akkor emiatt esetleg becsúszhat egy-egy döntetlen vagy vereség is. Igen, a legnehezebb az most őket összeszedni, ugye Németh Peti is egy fiatal edző, már rutinos és nagyon jó futballista volt, illetve mi is még az NB1-ben, mint tulajdonosok, akár mint vezetők is, még fiatalok vagyunk, rutintalanok, tehát még nekünk is meg kell tanulni ezt a helyzetet kezelni. Azon vagyunk, hogy közösen kimásszunk ebből, rengeteget beszélünk a játékosokkal, emeltük az edzőszámot, mert kaptak egy pár olyan erőléti edzést, edzőt, aki pluszban segít a felkészülésekben, illetve őket is bevonjuk egyre többet azokba a feladatokba, amit esetleg ők jobban látnak bentről, mit éreznek, hogy látják a mérkőzést, szerintük mi az, ami hiányzik. Próbálunk közösen csapatként működni, és úgy gondolom, hogy ki fogunk jönni ebből a gödörből. Védekezés vagy támadás? Melyik a gyengébbik? A támadás, a góllövés.
Tehát kellene egy csatár. Vannak egyébként, tehát jó centereink vannak, valamiért nem lőjük be azokat a helyzeteket, amik ott vannak. Azt gondolom, hogy az első 10-15 percben minden csapatot lefocizunk, nem jönnek a gólok, utána hirtelen kapunk, már megremegünk, próbálunk nagyon gyorsan egyenlíteni, és ugye gólra gól, ugye lehető legrosszabb, és egyszerűen a fiatal csapat még összetörik. Egyébként egyénileg nagyon képzett, nagyon jó játékosunk vannak center pozícióban, de nyilván nekik most már hiányzik a gól. Tehát az egyszerűen minden csapatnak fontos, hogy legyen egy góllövője, aki nálunk hiányzik. Pont itt voltak, ugye nagyon-nagyon kellemetlen sérülések, hol egyik, hol a másik kiesett a mai mérkőzésen, például Sustyák Máté sérült, múlt héten a más hiányzónk is volt, tehát nehéz, nehéz. Most már ide lenne egy picit, ha megfordulna a szerencsénk. Jó lenne, ha valaki elkapná fonalat, ugye? Csodálatosan. Igen, azt gondolom, hogy a mai nap most már tényleg az kéne, hogy egy kicsit valaki hozzon egy pluszt, ami segít azokon a mérkőzéseken, amikor esetleg a csapat pánikban van. Milyenek a hangulatai ezeknek a mérkőzéseknek? Hát a hazai meccsünkön mindig nagyon jó hangulat van, hiszen a Young Viola nevezető fiatalokból álló szurkoltábor mögöttünk van, úgyhogy azt gondolom, hogy talán az egész NBA-ben nálunk van a legjobb hangulat, de mint mondtam, ugye viszonylag sok idegenbeli mérkőzést játszottunk, és hát így most ebben a szezonban ez hiányzik nekünk, úgyhogy megpróbálunk majd ezeken fordítani. Szombathelyen ugye ott egy nagyon jó hangulatban, gyakorlatilag egy kiki meccset játszottunk, pár másodperccel végelt még 3-3 volt. Talán, hogyha ott is van közönségünk, hogyha ott vannak a fiatal lilák, akkor talán ott is győzelmet távozhattunk volna. A nagy újpesti futballcsapat szurkolói közői jönnek ide is? Igen, bár még nem szervezetten. Mi azt szeretnénk, hogyha jönnének. El is várjuk őket, bármikor szeretettel. Illetve nagyon szükség van rá, tehát egyszerűen mind a kettő. Nekik nincsen csapatuk, én úgy gondolom, az NB1-es nagypályás csapat jelenleg nem hozza azt az elvárt szintet, ami egyáltalán a szurkást megérdemelné. Nekünk pedig nagyon nagy szükségünk lenne rájuk, hiszen mi tudásban minden mérkőzésen pariba vagyunk, mégis hiányzik az, ami átsegítene bennünket, és erre nagyon-nagyon jók a szurkolók. Láttam a közösségi oldalon, hogy elég sokat megfalulsz a újpesti labdarúgókkal együtt egy-egy rendezvényen. Itt a idősebb korosztályra gondolok. Igen. Milyen a kapcsolat velük? Hát nagyon jó, hiszen csapattársim az újpesti öregfiúk. Mindig nagyon szeretettel fogadom, hogyha meghívnak bennünket, és mindenhol próbálunk ott lenni, ahova csak elhívnak bennünket. Most vasárnap egyébként Kozár Mislenybe játszik a csapat 17 órai kezdettel, a Acél Zoli klubja, és ismét találkozni fogunk, és ismét együtt lehetünk. Jó hangulatban telnek ezek az események, ugye nem csak a futball, hanem a harmadik félidő, bár ugye köztudott rólam, hogy én egyáltalán nem iszom, de nagyon-nagyon jó érzés velük együtt lenni, hallgatni az összes történetüket, újraélni velük mindent, és ezért nagyon hálás. Ezek a régiek hogy állnak ez a modernkori labdarúgáshoz hozzá? Te futszalra gondolok. Hát ugye általán közel kerülnek egyre többen, mert hát én folyamatosan rágom a fülüket, hogy jöjjenek ki, járjanak ki. Egyre többen el is kísérnek, ki is jönnek szurkaként inkább a hazai meccsekre. Nyilván nekik furcsa, hiszen ők ennél sokkal egyszerűbb játékot játszottak, ami ha ott állsz a pálya szélén a futszálnál, akkor ott már látszik a sebesség különbség, az, hogy egyénileg nagyon képzettek a játékosok. Eztán a nagypályás labdarúgása nem volt jellemző, még talán az ő korukban se. Nyilván volt egy pár páratlan képességű játékos itt Újpesten, Weber Gyuri, Szanyó Karcsi, és még párat sorolhatnék, de nyilván azért itt egy futszában ezt már mindenki nagyon képzetten hozza ezt a szintet. Mégis a nagypályán lehet jól keresni, nem a futszában, ugye? Vagy tévedek? Talán azt gondolom, hogy nyilván nagypályán egész más, tehát egy jó csapatban nagypályán jól lehet keresni. Nem tudom, hogy jelenleg most az újpesti nagypályás csapatnál mennyire keresnek jó a játékosok. Nyilván a futszál még nem tart itt, tehát sem nézettségben, sem látogatottságban, sem reklám értékben, tehát nyilván ennek megfelelően azért a fizetések jó, de hát most az újpesti labdarúgó csapatnál mennyien mennek ki, mennyi fizetőnéző van, mennyi mezt adnak el
újpesti meszt. Igen. Hát szomorú, igen, ez valóban ez egy, lehetne akár egy összehasonlítás. Tehát semmivel sem adnak többet el, mint a Újpest futszál. Hát valószínűleg ez így van egyébként. Nyilván az azért egy egészen más összetevő. Tehát a magyar futszál NB1-ben, vagy kiemelkedő csapatoknál azt gondolom közel akkora fizetés van, mint mondjuk az NB1-es nagypályás csapatok utolsó egy-két helyén, akár bármelyiknek. Most gondoltok itt légiósokra, vagy esetleg a válogatott 20 emberére, ha nem is azon a szinten, de megközelítőleg. Most azért hozzá kell tennem, nyilván a nagypályások, valami, tehát azért nagyobb munkát végeznek, és azért hosszabb a szezonjuk is, illetve azért egész más az utazási szokásaik is. Nálatok légiósok? Kettő légiósunk van, sikerült itt tartani Lukászt, aki, hát én azt gondolom, hogy a bajnokság legjobb idegen légiósa lesz idén is, minden csapat vinni, szerencsére sikerült vele két éves hosszú távú szerződést kötni. Könnyű volt itt tartani? Hát semmi nem könnyű, ugye nyilván a piac meghatározta az ő értékét, illetve azt, hogy keresik őt folyamatosan. Tudtunk olyan opciót adni neki, hogy itt maradjon, illetve tudtunk a másik légiósunknak is olyat ajánlani. Nem is csak pénzben, hanem jövőben, tehát mi nem csak egy szezonban gondolkodunk, és azért itt idén közben látszott, hogy a Ferencvárost egy tolvonással megszüntették, illetve tavaly a Dunajváros is csődbe ment, tehát azért itt a játékosoknak is fontos szempontnak kell, hogy legyen, hogy egy biztos háttérű klubhoz szerződjenek. Nálunk mindenki időben megkapja a fizetését, bármi, amit ígérünk, azt mindig teljesítjük, akár alapfizetés, akár prémium, akár plusz hozzáadott. Ez jó. A játékos nézi azt is, hogy esetleg, hogy ebből a klubból például legyen az Újpest, tovább tud majd lépni külföldre, egy másik nagyobb klubba? Vagy ez még nem szempont? Nem is inkább külföldre, mert egy magasan kvalifikált klubba azért nagyon nehéz oda kerülni nemzetközi szinten, de azt gondolom, hogy egy állandó felsőházas klubba mindenképpen. Tehát jelenleg az Újpest, tehát a legfiatalabb csapat gyakorlatilag, hogy az NB-ben nyilván a most feljutókon kívül, tehát a második idényünk az újkori futszában, ha lehet ilyet mondani. Tehát nyilván mi úgymond kis csapatnak számítunk, tehát innen azért azt gondolom, hogy egy újabb ugródeszka lehet egy Szombathely, egy Kecskemét, egy Veszprém, ahol azért minden poszton két-három válogatott szintű játékos van. Tehát elsősorban nekik azt kell eldönteni, hogy itt megstabilizálják úgy a helyüket, hogy egy-két nagyobb csapat felfigyelre jár rájuk, de azt sem kell nekik elfelejteni, nem feltétlen jobb valamivel több pénzért ülni egy kis padon, mint mondjuk itt rendszeres játék lehetőséget, hiszen azért valójában mindegyikünk sportoló. Tehát gondolom elsősorban pénzkereset mellett az is egy motiváló, hogy játszhat, hiszen ők azért fiatal labdarúgók. Egyébként van igazolás külföldre, itt a magyar futszálból, mennyire hát életszerű ez a történet? Hát akik azért nagyon jó játékosok voltak, a Drót Zülék, illetve nem voltak, mert még ugye ők aktívak, és kiemelkedik a szezonból, vagy a bajnokságot, de úgy gondolom, hogy a nálunk játszó Harnis Ákost is külföldre szerződött, tehát abszolút van ennek realitása. Nyilván a fiataloknak még válogatott szinten is kell teljesíteniük ahhoz, hogy egy külföldi nagy csapat felfigyelje rájuk, vagy például klub szinten a Bajnokok Ligájában tudják magukat megmutatni. Tavaly ugye a Berettyó a legjobb 16-ig menetelt. De Újpest mikor fogod eljutni? Két év múlva. Azt gondolom, hogy ha nem is bajnok esélyes, de azt gondolom, hogy két-három szezonon után a bajnoki címért, vagy a bajnoki döntért biztosan mehet. Előbb mondtad, a Fradi, Dunajváros ugye megszűntek. Mi a garancia arra, hogy az Újpest futsal klub az élni fog? Hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül? De azt gondolom, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy ebben képzeljük el a jövőnket. Teszünk is érte, illetve maga a csarnok szerzési, építési projektünk sem azt mutatja elő, hogy mi ebben rövid távra gondolkodunk, hiszen egy ilyen befektetés nem egy rövid megtérülés.
Ez az egyik. A másik fel az, hogy egész egyszer hiszünk benne. Tehát úgy gondoljuk, hogy ennek van létjogosultsága. És tudjátok, bírjátok csinálni anyagilag. Tudjuk, bírjuk csinálni, ugye nyilván nem könnyű, és most már idén azért az MLS is ezt hozzátett, és azt gondolom, hogy szponzorokra is van szükség, de azt gondolom, hogy minél többen látják és figyelik és követik ezt a sportot, annál több lesz a látogatottsága, annál több lesz a fizetőnézője, a szponzora, és el lehet indulni azon az úton, amit a futcál nagyhatalmak előttünk járva meg tudnak mutatni, akár spanyol, akár portugál, akár több neves nagy labdarúgó nemzet, ahol ugyanúgy a futcál följött a nagypályás labdarúgás mellé, és 5-10 ezer ember van egy bajnoki mérkőzésen. Te akkor érdemes Újpestre igazolni? Abszolút, hogyha tehetséges játékos valaki, akkor mindenképpen érdemes, és ezt külön szeretném is erre egyébként a szülők figyelmét felhívni, hogy nem csak NB1-es csapatunk van, hanem egészen U9-től utánpótlás egyesületeink, ahol nagyon jó képzést kapnak korábbi NB1-es, illetve jelenlegi NB1-es játékosok, magyar válogatottak alkotják az utánpótlás vezetői gárdát. Nagyon sokat foglalkoznak velük, és egy nagyon jó képzettséget ad. Nagyon szeretnek hozzánk járni a gyerekek, és ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el, figyelje a toborzóinkat, vagy egész egyszerűen hétköznap is hívjon fel minket bátran, és hozzá a fiát, érdemes. Van most válogatott labdarúgótok? Most többen is meghívást kaptak a magyar válogatott bővebb keretében, tehát mindkét centerünk, Sustják Máté, illetve Nehéz Krisztián is. Mi lenne, hogyha még gólt is lőttek volna, ugye? A helyzeteik megvannak, bár Máté talán egy-két jobb lefordulással még többet szerezhetett volna. Azt gondolom, hogy át fognak ők lendülni. Bízunk is bennük, és hát bennük van a tudás. Ezért nem szabad elfelejteni, például Nehéz Krisztián egy nagyon hosszú sérülés után tért vissza, ugye tavaly 5 gólt rúgott a Ferencvárosnak, és az 5. gólja előtt lábközépcsonttörést szenvedett, és úgy játszott. Ez azért egy közel fél éves kihagyás. Még nem találta meg a gólövőcipét, de úgy gondolom, hogy egyszer-egyszer már betalált ugyan, de ha elkapja a fonalat, akkor rendszeres lesz a góllövés nála is. Most egy kicsit evezzünk más területre. Mezek. Uh-huh. 2020 decemberében ugye segítettétek, azt hiszem, 5 családot? 2020 decemberében már azt hiszem 20 családot, előtte lévő éve. 5 családot segítettünk legelőször 19-ben, és aztán arra a felhívásunkra annyi család jelentkezett, akiknek nem tudtunk segíteni. Hogy... Most mi ez a segítség? Mit tudtok nekik adni? Egyáltalán honnan jött ez az egész történet? Nagyon fontos, hogy mi a saját baráti köröm egy nagyon összetartó baráti társág, Kerényi Norbi, Széki Attila és egy páran, akik mi akkor is találkozunk, amikor éppen nem meccsünk van, vagy meccse megyünk, és valamit szerettünk volna visszaadni abból, amit mi kaptunk. Én nagyon korán meghalt az anyukám, és nekem is nagyon sokan segítettek abban, hogy labdarúgó legyek, hogy külföldön játszhassak, aztán itthon is, és úgy gondoltam, hogy úgy a tisztességes, hogyha valamit visszaadunk ebből, és ők ebben nagyon partnerek voltak. Ugye, és akkor megfogadtuk azt, hogy keresünk pár családot, akinek megoldjuk a karácsonyát. Kitettünk egy posztot, és hát nagyon sokan jelentkeztek, és így ezt megbeszéltük, hogy ezt minden évben megcsináljuk. És akkor ez mindenki, aki tudott, meg aki tud, az hozzátesz valamit. Ugye Curtis Ati, Magyarország legnagyobb rapper, én azt gondolom, az ő hívószavára még többen csatlakoztak, és mindenki hoz, amit tud, koncertjegyeket, Lőv Zsolti például mezeket, ugye ő a Chelsea másodedzője, bajnokok ligáját. Most idén mit ígért be? Nem hogy beígért, hanem prezentált is gyakorlat. Már hozta is? Igen, illetve tavaly is a Paris Saint-Germainnél dolgozott, akkor is hozzájárult ehhez. Illetve most felsorolni is nehéz, van olyan zöldséges ismerősünk, aki több tonna gyümölcsöt adott. És meg majd idén kiknek tudtok segíteni? Idén már az a tervünk, hogy 50 családnak, ez mindig úgy szokott lenni,
hogy ilyenkor összeáll a stábunk, úgymond. Ez azt jelenti, most kezd összeállni a stáb? Hát a stáb, ez ugye egy nagyképű mondatot hiszni stábunk, körbehívjuk egymást, és mindenki, aki tud, az megfenyegeti egy-két barátját, kis túlzás, hogy akkor innentől kezdve, amit tudsz, azt szedd össze, és azt abba jó, segíts. Jó, oké, megvan. Megvan, akkor mi kitesszük az oldalunkra, hogy hamarosan indul, lehet jelentkezni. Nagyon fontos, hogy akiknek segítünk, nekik anonimen tesszük. Tehát nem fotózgatjuk őket, amikor átadjuk, nem. De nem ők írjuk. Jelentkeznek? Nem abszolút, ki van írva, és privátba. Ki dönti el, hogy oké, nem oké? Hát ameddig a lista, tehát ameddig a keretünk tart, addig mindenkinek. Aki jelentkezik, mindenkinek. Tavaly már mindenkinek tudtunk segíteni. Tehát tavaly úgy volt, hogy amikor már nagyon-nagyon lefogyóba voltunk, akkor hát nem szégyeltem magam, és fölhívtam egy-két ismerősömet, hogy egész egyszerűen segíteni kell. És nem mondott senki nemet, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen emberekkel vagyok körülvéve, és nem csak ismert emberekről beszélünk, hanem tényleg dolgozó emberekről. Ez a jó szíved, jótékonyságotok, ez csak a Óvádi László lelkének jó, oda jön vissza sok-sok pozitív kisugárzás, vagy kihat majd a Újpest futsal csapatához? Hát szerencsére ennek az Újpest futsal klubnak nincs semmi szüksége. Azt gondolom, hogy egész egyszerűen én azt érzem, hogy illik visszaadni abból, amit én kaptam a sorstól, és a többiek is azt érzik, és jó segíteni, és nem vár érte az ember semmit, de amikor például tavaly húsvétkor egy 8 gyermekes családnál jártunk, és bemegy az ember egy boldog, tisztességes olyan családhoz, akik megérdemlik, hogy mindenben támogatva legyenek, és ez független politikától, nem gyűjtünk szavazatokat, nem is kérünk, hogy Újpest szurkolók legyenek, sőt, nagyon szeretném elmondani, hogy szinte minden akciónkban partnerünk a Ferencváros, Németh Peték, Lisztes Krisztián, Rutka Jani, azonnal első szóra eszünkbe nem jut, hogy bárkit is ott, bármivel is azt mondjuk, hogy te ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, ez mindentől független, ez nekünk jó, embereknek, hogy egy kicsit kijöjjünk abból, hogy a gyűlölködésből kicsit elfelejtsük azt, hogy ki milyen szurkó, ki hova tartozik, hanem emberként viselkedjünk. És azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, nem csak nekem. Egy-két öreg újpesti labdarúgót is szoktatok segíteni? Megfordul a fejetekben? Abszolút, illetve Tamási Zoli, kiváló korábbi Újpest labdarúgó javaslattára az Újpest cél öreg fiúk legutóbbi fellépését is egy idősebb beteg sportolónak ajánlottuk, korábbi Újpest játékosnak ajánlottuk föl. Schumann Peti bácsinak, igen. Illetve hát mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy keressük azokat a lehetőséget, hogy mi is valamiben hozzá tudjunk tenni ehhez. Zárásként menjünk vissza a futszalpályára, jó? Szóval akkor most idegen, utána akkor most jönnek a hazai meccsek? Most jönnek a hazai meccsek, fejből azt gondolom, hogy nem tudnám most felsorolni, mert voltak közben pályaválasztói, hogy kik és hogyan és mikor fognak érkezni, de igen, most hazai mérkőzések jönnek. Én ma szeretném, hogyha a mai rangadót az Aramis ellen pozitívan, győzelemmel tudnánk zárni. Ez egy nagyon jó kiindulás lenne ahhoz, hogy a hazai meccseinken végre sok szurkó előtt elkezdjük gyűjtögetni a pontjainkat. Hozzáteszem egyébként, hogy nincsen gond, tehát így is nem hát állunk sok kiesel, hátra, tehát nem, is, hogy kieső, hát még nem állunk, talán azt hiszem, hogy 6.-7. pozícióban talán rosszabb gól különbséggel vagyunk, tehát hogy még így is előre léptünk a tavalyi szezonhoz képest, tehát tavaly ilyenkor és a mostani szezonhoz képest most is jóval előrébb állunk. Talán egy picit még nagyot akartunk ugrani, de most megmutatta nekünk az élet, hogy a lépcsőfokat nem lehet kihagyni. Viszont hazai pályán most győzelmek jönnek. Azt ígérted. Hazai pályán és idegenben is győzelmek jönnek.
azt hiszem 19.35-kor, majd egy óra múlva az Aramis csarnokába lépünk pályára, és miután a Ferencváros magját az Aramis egybe leigazolta, így nem lesz könnyű dolgunk, de természetesen győzelemre hajtunk, hiszen zöld-fehér az ellenfél, nekünk lila-fehérben semmi más nem jöhet szóba, csak a győzelem. Akkor hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm voltál. Köszönöm a meghívást, köszönöm szépen. További sportosat!